a véradóknak először orvosi vizsgálaton kellett átesniük. Megállapították a vércsoportot, leellenőrizték, hogy megvan-e az elegendő vasszint, majd egy általános vizsgálatra került sor, amiből kiderült, az illető adhat-e vért. Az első éves Dudás Benjaminnak nem ez volt az első véradása. Véleményem szerint fontos az, hogy segítsünk az embereken, és szeretek én is segíteni rajtuk. A hallgatók mellett az egyetemen dolgozók is fontosnak tartják, hogy részt vegyenek az ilyen akciókban. Huszka Márta rendszeres véradó. Ez volt a 6. véradása az MTTK könyvtárosának. Ennek igazából családi oka van. A testvérem még gyerekkorában komoly műtétsorozaton esett keresztül, és akkor, hogyha nem lettek volna olyan emberek, akik vért adnak, akkor ő valószínűleg nem éli túl, és úgy gondoltam, hogy ha tudok, segítek én is másoknak, ezért fontos számomra a véradás. Egy egység vérrel akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Emelte ki Sebők Zsolt, a Vöröskereszt szabadkai munkatársa. Azt is elmondta, mi mindenre kell figyelni a véradóknak. Aki úgy dönt, hogy szeretne vért adni, akkor javasoljuk, illetve tehát az orvosok javasolják, hogy előtte éjjel pihenni, ez nagyon fontos, azért, hogy meglegyen a megfelelő vasszint. Reggel egy könnyű reggeli folyadék, tea, kávé, víz, reggelire a zsíros ételeket, ezeket kerüljük, azért, mert az utána kiül az adott vér, tehát az adott egység vérnek a tetejére, és akkor sajnos ezt el kell dobni. A tavalyi évhez képest idén valamennyivel többen jönnek a véradási akciókra, közölte Sebők Zsolt. A Szabadkai Vöröskereszt és a Szabadkai Közkórház vérátömlesztő osztályának közös véradási akciója legközelebb október 27-én szerdán lesz a szabadkai rendőrségen, ahová minden önkéntest várnak.